Egy központból 198 tankerületet közvetlenül lehetetlen jól irányítani. Ez nem egy ellenzéki párt véleménye, hanem Hoffmann Rózsáé, aki nemrég még államtitkárként felügyelte a Klebelsberg intézményfenntartó központ létrehozását. Akkoriban még azt mondta, a klik sikertörténet. Ma az RTL híradónak már úgy emlékezett, elég hamar szólt, hogy ez így nem fog működni. Most azt tervezik, hogy megerősítik a megyei szintet, hogy a tankerületeket onnan irányítsák majd. Rezes banda vonult Budapest belvárosában 2012. júniusában a pedagógus napon. Tüntettek az iskolák államosítása ellen, miután a Fidesz kormány bejelentette, hogy létrehoznak egy olyan központi szervezetet, amelyik az összes iskolát felügyeli majd. A Klebelsberg intézményfenntartó központ fél évvel később, 2013. január 1-én kezdett működni, akkor Hoffmann Rózsa sikertörténetnek nevezte az átmenetet. Valódi sikertörténet, hiszen minden negatív előrejelzés, minden korábbi rémhírterjesztés ellenére minden menetrendszerűen pontosan és zökkenőmentesen lezajlott. Ma az RTL híradójának már egész másképp nyilatkozott az egykori államtitkár. Egy központból 198 tankerületet közvetlenül hát lehetetlenség jól irányítani. És előre, hogy tehát úgy gondolták, amikor tervezték ezt a rendszert, hogy ez működni fog így? Akkor még úgy tűnt? Ezt a jogszabályt nem én alkottam, úgyhogy azért is szóltam elég hamar, miután a szervezetelméletet egy kicsit ismerem, hogy ez így nem fog működni, de hát valami miatt nem sikerült akkor még ezt megcsinálni. Kunhalmi Ágnes szerint mára már teljes a káosz. Sajnálja, hogy a kormány csak ennyi idő után ismerte fel, hogy a klik a problémák fő okozója a közoktatásban. A kormány bevallott célja az volt, hogy az országban minden gyerek egyenlő feltételekkel tanulhasson. Az MSZP szerint viszont a központosított iskolarendszerrel a Fidesz a demokráciát akarja leépíteni. Klebelsberg intézmény fenntartó központra semmi szükség, ezt nem kellett volna így megcsinálni. Vissza kell adni az iskoláknak az autonómiát, vissza kell adni az igazgatóknak, a helyi közösségeknek a döntéshozatalt. A köznevelésért felelős államtitkárság kérdéseinkre írásban azt válaszolta, hogy az iskolák állami kézbevétele számos előnnyel jár, és csak finom hangolást végeznek a még jobb működés érdekében.